A legtöbb szülő még a széltől is védi a gyerekét, az egyik legtipikusabb gyerekbetegség pedig a bárányhimlő, amely nem csupán egy roppant kellemetlen lefolyású kor, de komoly szövődményei is lehetnek. Vendégeim Szeben István kollégám, valamint kisfia Patrik, és dr. Póta György, a Házi Gyermekorvosok Országos Egyesületének elnöke, akikkel a bárányhimlő elleni oltásról beszélgetünk a következő percekben. Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlöm, bocsássam, elnézést, hogy letegeztem, csak hogy itt a kollégák vagyunk egymás között. Beoltattátok a fiadat, István? És alapvetően arra van szó, hogy a bárányhimlő elleni védőoltást ugye két ütemben kell adni, és ugye az első már túl van. Patrik, mi azt beszéltünk nálunk otthon, ebből nem volt vita, teljes egyetértés van. Én voltam bárányhimlő, és 3 hétig úgy néztem ki, hogy most nem akarok reklámozni egy ilyen csokoládés túrós magyar terméket, de nyilván mindenki úgy nézett ki, és amilyen szövődményei lehetnek, nyilván ezt a doktor úr jobban tudja, mint én. De egyszerűen nem szeretnénk, hogy beteg legyen. Tehát nem. Ilyen egyszerű a történet. De te amúgy is ilyen nagyon túlaggódós apuka vagy, igen, nem? Igen, meg hogyha lehet, tehát nem arról van szó, hogy nem lesz olyan szituáció, akkor megbetegszik, de ha lehet egy évben, akkor ne 200-szor legyen beteg, hanem mondjuk 20-szor. Tehát, hogy nagyon sokan, sok szülő pedig úgy gondolja, hogy essen át rajta a gyerek, meg hogyha beadja a védőoltást, akkor is el tudja kapni a bárányhimlőt, csak akkor enyhébb lefolyású. Egyik sem igaz, így ebben a formában. Az egyik, az essen túl rajta, ne felejtsük el, hogy van egy bizonyos százalék, ezrelék, ez egy tény, amikor nagyon súlyos, életveszélyes, maradandó tünetekkel gyógyuló lefolyású a bárányhimlő. De ezek mik lehetnek? Idegrendszeri elváltozások lehetnek, illetve olyan lágyrész a kiütések helyén lévő fertőzések, amik után maradandó izomsorvadások és egyebek, tehát ez életre kiható negatív lefolyások. Ezek nagyon kis számban vannak, de léteznek. Tehát amikor arra játszunk, hogy majd lezajlik, akkor mindenki egy normál, átlagos képet lát maga előtt, és nem veszi figyelembe, hogy ez tud ilyen nagyon súlyos kihatású lenni. A másik, amit Szevén mondta az előbb, hogy a két ütemben való oltással gyakorlatilag már enyhén sem kapja meg. Nagyon minimális ilyen áttöréses bárányhimlők vannak a két oltás után. Ezek semmilyen veszéllyel nem járnak, tehát igazából nem is nevezném rendes bárányhimlő betegségnek. Mert mi túlestünk rajta a gyerekeimmel, ugye a fiam hozta haza az óvodából, hát nyilvánvalóan itt közösségben szokott, így szokott lenni, és utána, amikor a testvére elkapta, a 3 hét ugye a lappangási idő, és a testvére elkapta, és nála sokkal súlyosabb volt, tehát a kislányomnak a torkában voltak, a talpára, nem tudott ráállni hetekig, tehát hogy valami borzasztó nehéz volt végigcsinálni ezt az időszakot, nem beszélve a szobafogságról, mert ugye ennek van egy része, egy időszak, amikor fertőz. Így van, meg egyáltalán a szobafogság az jogos, tehát a lefolyás alatt még, igen, hogyha nem csak a fertőzés miatt, hanem egyébként is egy egyenletes hőmérsékleten kell átvészelni a betegséget, tehát a szobafogság az igen, ez legalább egy-másfél hétig része a betegségnek. Igen. Pisti, ti minden ilyen védőoltást megnéztek, megbeszéltek, a kötelezők nyilvánvalóan azokat beadatjátok, de az ajánlottak közül? Például van egy kedves ismerősöm, aki mondta, hogy rotavírussal fertőződött meg. Bocsánat, igen, hogy hátat vagyok. Nem, semmi baj, te játszunk. Igen, és rotavírussal megfertőzött a gyerekük, azt mondta, hogy azt a 4 napot, amit a kórházba eltöltöttek éjjel-nappal, és a 8 kilós gyerekből lett 4 kiló, azt mondta, hogy senkinek nem kívánja, és hogy ha még egyszer visszacsinálhatná, akkor beoltatnák. Tehát én nem gondolom azt, hogy ész nélkül kell oltatni, hanem egyszerűen a kötelezőket igenis szerintem be kell adatni, illetve az ember járjon utána, hogy mi az, amit tényleg leginkább szeretné megúrni a gyerek. Például most, hogy hát ugye aktuális minden tavasszal, utána nyáron a kullancs veszély, engedj szívem, hadd menjen. Ott van anya egyébként, ott aki a háttérben anya, szeretne maradni, csak anya, jelzem az operatőr kollégáknak, hogy anyához oda megy. Tehát most, hogy van a kullancsveszély, még minden évben van nyilvánvalóan, azt nem tudom, hogy azon gondolkodtatok-e. Azt is szeretnénk mindenféleképpen, most nyilván mindennek megvan a maga ideje, egyeztetünk a házi orvossal, hogy akkor ez hogyan működik, mint működik, de egyszerűen, ha van megoldás arra, hogy ne legyen beteg, amit mondtam most a beszélgetés, akkor most
Miért legyen beteg? Lesz elégszer. Tehát... Hányan veszik igénybe egyébként a bárányhimlő elleni védőoltást? Azt kell mondanom, hogy hála Istennek egyre többen, de még mindig alacsony az átoltottság. Ennek egyik része az a nézet, amiről az előbb beszélgettünk. A másik sajnos... De ez egy általánosan, tehát hogy... Általánosságban hogy ez igaz. Abszolút... Mondom, én megértem az embereket, csak nincs igazuk, mert ők mindig a normál vagy enyhe lefolyású betegségből indulnak ki, és nem látják, nem tudják, hogy milyen veszélyeket hordoznak ezek a betegségek, ugye például a rota is. Hát több tízezer rotás van egy évben, ennek egy kis része az, aki kórházba kerül, de aki egyszer kórházba került, az pontosan tudja, hogy hogy tud kinézni ez, amikor olyan tényleg elkapja a gyereket. Uh-huh. Ugye ugyanez a helyzet a kullancsal is, mindenki megy erdőben, ott vannak kullancsok, egyik kullancsról sem tudjuk, hogy hordozza a fertőzést, vagy nem hordozza a fertőzést, tehát mindenki egyformán van kitéve. Igen, veszélynek. Világos. Nagyon szépen köszönöm. Még egy gyors tippet a ma esti mérkőzésen. Hát nem lennék igazi magyar, hanem azt mondanám, hogy nyerünk. Nyerünk, nagyszerű. Legalább egy góllal, ugye? Egy elég, nyerünk szerintem. Egy elég, köszönöm szépen. Köszönöm szépen.